onnan indulunk, hogy van egy főszereplőnk, Félix Sándor nevű tűzoltó, aki magas mentésekben vesz részt, és tulajdonképpen az egyetlen, aki nagyon-nagyon sokakat meg tud menteni. Ki maga? A férje őrangyala. Egy apa és egy fia egymásra találásáról szól. Csak szembe kéne nézni a dolgokkal. Azért távolodtak el egymástól, mert meghalt az anyukája Kristófnak, és az apját okolja. Mikor vagy hajlandó végre erről is beszélni? Pentru că este un personaj amplu, cu o paletă mare de expresii, un traseu foarte clar și logic. Gyönyörű utazást járnak egymás felé, mind a ketten. Cele mai dificile două scene, da, cred că sunt scena de început din autobuz și scena de final pe pod cu propriul meu copil. Sunt scene cu emoție foarte puternică, e mai greu să intri acolo, dar odată ce ai intrat, te cam duce emoția. Csak azért, mert hitelesebben tud valamit produkálni a Bogdán, ő kért egy olyat, ami nagyon rizikós volt, 5 kaszkadőr volt körötte, azon a részen, ami a torony teteje, és csak felül tudták kiköpni. Când eram tânăr, am fost alpinist, sunt obișnuit să urc pereți, la înălțimi destul de mari și nu mi-e teamă. A Szabadsághídnak bizony egy elég magas pontjára kellett föltenni 2 színészt. Még soha nem voltam ilyen magas. Attól nem féltünk, hogy leesnek, mert azt nyilván arról gondoskodtunk, de azt, hogy ebben a magasságban ők el tudják azt hinni, hogy biztonságban vannak, és tudják hozni ezt a színészi játékot, amit a rendező hozna, ez a nehéz. Az ember, hogy belegondol, hogy milyen egy tűzoltó élete, aki az életben, tehát a valóságban ezt csinálja, afelé egy tisztelgés. Mi együtt élünk Andrással, és ennek a könyvnek az első betűjétől jelen vagyok. Látni, hogy tényleg András álma valóra válik, ez egy csodálatos élmény.